mellett éljük el. Én azt gondolom, hogy itt nem csak arról beszélünk, amiről a polgármester mondta, hogy egy hetedik bajnoki címünk is legyen. Én úgy gondolom, ennek a sorozatnak nem szabad vége szakadni, ezt addig csináljuk, ameddig erőnk bírja, amíg a játékosaink olyan felkészültek, hogy meg tudjuk venni a riválisokat, amíg a szponzorok, támogatók tudják anyagilag segíteni a csapatot, ezt nekünk addig kell tennünk. Tehát ezt nem fejezhetjük be úgy, hogy most akkor elhatároztuk, hogy most jövőre még nyerünk egyszer, akkor megelőztük a csutit, mert mi már egyszer többször nyertünk, és akkor innentől kezdve hátradőlünk, és lesz, ami lesz. Én azt gondolom, főleg a sakkozóknál, meg minden sportban az nagyon fontos, hogy a küzdeni tudásról jelesre vizsgázunk, harcoljunk. Mi biztos látjátok, játékosok, hogy amikor ti játszatok, mi legalább annyira izgulunk, mint amennyire ti izgultok ott a tábla mellett, mert mi nem tehetünk sajnos semmit azért, hogy milyen eredmény fog születni. Legfeljebb dukkolunk és izgulunk, polgármester ugyanúgy, mint mi. Kérdi, hogy most milyen az állás, ugye mi is próbáljuk elemezni, hát most a gyengébb sakkozók, mint mi nem tudjuk olyan szinten megítélni, hogy most az a parti az hogy áll, de hát azért remélem.